Na, sziasztok! Amint tudjátok, pilótaként dolgozom, és minden 6 hónapban újraképzés van Denverben. Ezúttal elmentem megint erre az újraképzésre. Erről van egy videóm, ami külön van, és abban egy része ennek a videónak, amit most itt bemutatok, le volt már adva. Úgyhogy, hogyha azt nem akarod megnézni, újra nézni, és már láttad a repülős videót, akkor tekerj előre, addig míg az étteremben vagyunk. Mert utána ugyanis én tovább forgattam, amit nem tudtam belerakni a repülős videóba, és azt a részt itt fogom megjeleníteni. De ha nem adtam volna bele az első részét, akkor nem lenne teljes az egész. Úgyhogy itt van az egész nektek, irány Denver, és akkor meglátogatjuk a Richard barátomat, akinek van mindenféle érdekes cucca. Lejöttünk ide a szálloda elé, és várom itt a Richardot, és itt van a szállodának a busza. És nézem, milyen rendszám van rajta. Az van ráírva, hogy love tips. Azt jelenti, hogy imádom a borravalókat. Na, ezzel megyünk kajálni, beszorom. What's going on? Hey, how's it going, man? Let me get in. Yeah? Let me get in. All right. Awesome. Huh? Nice. You look like a Mexican. That's who we are. Let's go to Guadalajara. You look like a Hungarian. Thank you. Man, crazy. Ez az irányítója, amivel itt mozgatja. I could drop you on one side down. Or you could drop me down on this side. Azt hiszem az én oldalamat föl kell emelni, mert nehéz vagyok. Up on this side. Easy rider, a champ. That's a low rider, not easy rider. Low rider, it depends how much air you want. You can put high rider or low rider. Nice. I think left. You're having way too much fun with this. Oh yeah, that's why I don't have the radio, because it sounds so good. Who needs just the exhaust? Who needs the radio? Who needs a radio when you have a beautiful sound like that? That's music to my ears right there. Ugye a Richard nyugdíjba ment, és nyugdíjas korára ugye végre megépítette ezt az autót úgy, ahogy ő szerette volna. Újkorában ennek az autónak nem volt sok műszere, igazából itt angolul úgy hívjuk, hogy idióta lámpák voltak csak rajta. Ezért a Richard belerakott a rádió helyett egy-két a műszert, hogy pontosan lássa, mi történik a motorháztető alatt. De hatalmas ez a kocsi. Ja. Mondta, hogy kicserélte a generátorját, a dinamóját generátorra, és azért most itt van benne ez a voltmérő, de néha kijön ez a lámpa rajta, azt mondja, nem tudja, mit kell vele csinálni, ne jöjjön ki a lámpa, de van töltés, azt mondja. Nézd meg, a busz elejére rá lehet tenni a biciklit ott elő. De jobb a busz nézni egy Impalából egyébként. Impala vagy semmi. Nagyon tetszik. Now you see why you wanted one. They're nice and roomy. Az ország leghosszabb utcája, ez a Colflex, úgy hívják, és a Denver egyik feléből átmegy egészen a másik felébe. Úgyhogy itt most átértünk a
arra az részre, ami nem túl barátságos, vagy hogy mondjam, szegényebbek lakják, vagy nem tudom. És van itt ám mindenféle. Most előre még nem láttunk egy hölgyet sem, mert gondolom, hogy dél van, de éjszaka is szoktak kint állni a pillangók jobbra-balra. There is Guadalajara. Az a kedvenc helyem itt. Guadalajara az egy város Mexikóban, nagyon-nagyon sokat jártam, és itt ilyen kajákat árulnak itt. De se tagadhatjuk, hogy mexikói kocsival jöttünk. Ú, basszus, így kell jönni a Guadalajara étterembe, hallod? Nagyon komoly. Na, hát itt vagyunk, kérem, mindenféle jó dolog van itt. Ugye van tészta, aztán mindenféle olyan dolog, amit azt se tudom, hogy micsoda, de nagyon-nagyon jól néz ki. Na, ezt tudom, ez hal. A másik oldalon meg csirke van. Én azt tudják, hogy tamales. Tamales, ez az. És aztán van itt is mindenféle leves, meg ilyesmi, amit lehet enni. Közben nagyon jó mexikói zene, nagyon hitelesen szó. És aztán itt a sok, olyan, úgy néz ki, mintha pörkölt lenne. Ez mint a csirkeleves lenne, olyan csirkeleves biztos, hogy fogok enni. Ez pedig valami rántott valami, nem tudom micsoda. És itt van, kérem, ez a nagyon, az a szósz, amit beleraksz, ami rettentő csípős, meg ez is ilyen csípős paprika mellette. Akkor itt van mindenféle más, van ilyen guacamole öntet jobbra, és aztán ez a sok minden cuccit, van tepertő, ugye ezt itt, csak itt lehet mexikóiképpen találni, Amerikában tepertőt, meg különben nem, és itt van valamiféle a disznó dolog, ami itt a végén van, és aztán vannak ilyen más dolgok, amiket, ebből nem nagyon szoktam menni, ami itt van az oldalán, de a többi az nagyon-nagyon jó, itt a többi rész, ami meg itt van. És aztán vannak még ilyen mexikói italok, meg ilyesmi, amit lehet venni ebből az automatából. Mint ez kiderült, ez itt igazi csontleves, úgyhogy ilyet nem is lehet kapni sehol máshol. Nagyon jó, nagyon tetszik, még hús is van benne. És azt, hogy ne üljünk messze, lássuk az impalát, ugye ide jutunk, hogy látszon a kirakatból. Na, a második fogás. Minden bele, mindenből tettem egy kicsit. Most mi nem eszünk halat, meg ilyen a garnélrákot, csak ilyen a töpörtőt, meg csirkét, meg egy, van benne egy kis lemb is, hogy mondják a lemb, az bárány, egy kis bárány is van benne. Úgyhogy nagyon jó. Ja, ő is tök jó, már ő is eszik már. Itt a Richard talált valami tengeri herkentyűt, ott a feje, ott a vége, úgyhogy az már megvan éve. Ki van támozva, mondjuk, igen, így ez az. Na, úgy nézek ki, hogy összerakja, úgy lakott előtte. Megtaláltam még egy kis garnélrákot, plantint, ott bal oldalon az a sötét színű, az egyébként banán, valamiféle sült banán, meg egy kis garnélrák, meg hal, meg ilyesmi, úgyhogy folytatjuk az evést. Az impala meg még mindig ott áll kint, nagyon tetszik. Na, kérem, itt már majdnem befejeztük, erre kihozták az igazi ételt. Itt egy halfarok hátul. Úgyhogy ezt meg van vágva mind a két oldalon, ezt így belógatták a sütőbe, azt elvágták a halat. Egybesült hal, úgyhogy ezt nem tudom kihagyni, még ezt lenyomjuk. Na, befejeztük a kaját, alig bírunk lépni, úgyhogy irány az impala. How was lunch? Excellent. It was a good food, good company. That's my favorite restaurant in Denver, yeah. So ez a kedvencebb kajahelyem. Legkedvencebb éttermem Denverbe. Ha itt jártok, nézzétek meg, ez itt van a Colfax Avenue. Itt van még egyszer, hogy hívják ezt a helyet, Guadalajara. Authentic Mexican Buffet on Colfax. Tényleg ennél annyira jót nem ettem még Mexikóban sem, mint amennyit itt. Nagyon-nagyon finom kaja van. Na, itt van egy-két homeless bácsi tolja a kosarat. És aztán itt már látszik, hogy építik fel az újabb épületeket. És tolják kifelé a szegényebb embereket. És itt egyre jobban átveszi ez az új Denver a régi Denvert igazából. Innentől kezdve már új Denver, ami van. Pontosabban innentől kezdve már szép házak vannak. Itt van ez a pénztemplom itt balra. És aztán a hospital, hogy is mondják, az a kórházat hívjuk pénztemplomnak, mert iszonyatos sok pénzt csinálnak, és rettentő sokba kerül oda bemenni. Ha, 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 ha,
Most megyünk, keresünk egy helyet, ahol félre lehet állni, és akkor meg tudja mutatni az autónak a részeit, hogy hogy is működik ez a Verda. Itt túl hosszú lett volna nekem írni nektek, meg olvasni, úgyhogy itt inkább alámondom a dolgot. Kérdeztem, mondtam a Richardnak, hogy te nagyon tökös mexikói vagy, mondom, mondjál rá már valamit erről az autóról, hogy hogy mi ez, meg mit csináltál, meg hogyan. Amit itt láttok, ez az 1966-os Impalám, 25 éve nálam van. Lefényeztettem, fölújítottuk a belső terét, a motor egy teljes fölújításon ment át, és most pedig raktam bele egy levegős felfüggesztést saját magam nem túl régen. Szóval, amint ezt hallom, ez az autó nem is a tiéd most már. Azt mondja, hogy hogy igen, a unokáimnak annyira tetszett, hogy annyira sokan fölnéznek az autóra, hogy annyira embernek tetszik, hogy te azt mondta, hogy te nagypapa, add már nekem az autódat. És azt mondta, hogy oké, hogyha majd befejezed az egyetemet, akkor a tied lehet az autó. Szóval 2 éve igazából befejezte az egyetemet a hölgy, és igazából ez az autó most már az ő autója. És akkor most fél vezetni, vagy mi a helyzet? Azt mondja Richard, hogy hogy hát csak előző pénteken elmentünk egy ilyen cruise-olásra, egy ilyen kis autózásra a klubbal, és aztán mondta, hogy te, grandpa, majd inkább később megtanulom, hogy hogy kell ezt vezetni, még kicsit félek tőle. Szóval akkor még valószínűleg mindig fél az autótól, de valószínűleg nagyon tetszik neki, hogy mindenki nézi, amikor megy az autóval, úgyhogy mindenki ránéz, azt gondolom tetszik a hölgynek. Azt mondta, igen. Akkor meg szeretnék kérni, hogy mutass már körbe az autót, hogy milyen kerekek vannak. Azt mondja, hogy ez a 14 szolos Supreme, amit rá akar tenni. Ez már középiskolás korában ilyen autót szeretett volna, amin ilyen kerék van. És ugye ezért találta rá ezeket. Ezek nem új kerekek, hanem ezt úgy találta régebbről. Szóval akkor látjuk, hogy 14 incses veterán felnik vannak rajta, amit már nem is lehet kapni. És aztán látom, hogy 4 dobfék van rajta, úgyhogy nagyon nem kell megállni az autónak, de hát jól működik az eredeti. És aztán milyen motor van benne? Megmutatod nekünk a motorját? Nyisd már fel az elejét, légy szíves. Azt mondja, hogy hogy na, elkészültél a látványra? Azt mondja, ide néz, ez a szíve az egész kocsinak. Na, ide néz. Ez egy 396-os motor, ami igazából 402 kubikincses, de ez az egyetlen olyan motor, amit a Chevy kisebbnek hívott, mint amekkora igazából volt. Ezt a Chevrolet marketing okokból tartotta meg kisebbnek, mert a 396-os motor nagyon népszerű volt. És akkor ez így most hány lóerős lehet? Azt mondja, hát olyan 3¼, szóval olyan 325 lóerő körül van. Akkor ezért van ilyen jó hangja, elég jó, gyorsan is megy. Azt mondja Richard, hogy mindig azt mondom az embereknek, hogy ez sokkal jobban megy, mint ahogyan kinéz. Na Richard, mutasd már meg nekünk, hogy hogy néz ki ez a légrugó szett, hogy mik a részei, meg hogyan működik ez az egész. Ugye régen ez olajjal működött, de most ez ugye a légrugó, ez egy újabb technológia, úgyhogy ez nézzük már, hogy mi történik itt hátul. Ez a fekete fényezés valami nagyon gyönyörűen néz ki rajta. Gondolom, minden alkalom, amikor eljössz a mosóból, akkor már koszos is rögtön. Hú, igen, most is le kellett volna takarítanom, kicsit polos már. Na, itt láthatjátok a légtartályt, és ebből a légtartályból dolgozik az egész rendszer. És akkor, ha megnézitek, ott van 4 szelep, és akkor a 4 szelep mozgatja az autónak a jobb elejét, a bal elejét, a bal hátulját és a jobb hátulját. Ezen kívül van benne 2 kompresszor, mind a 2 oldalon, tehát a 2 kompresszor, levegő kompresszor tölti fel ezt a hatalmas tartályt, és abból dolgoznak a szelepek. És akkor ugye ezek elektromos pumpák, ugye? És azt mondja, hogy igen, 2 elektromos pumpa, és akkor az oldalán van egy ilyen szelep, amivel a pumpák elindulnak, és akkor 200 fontot, 200 poundos PSI tart benne abba a tartályba, és akkor azok kapcsolnak be meg ki, ahogy elfogy belőle a levegő. Amikor lemegy a nyomás 160-ra, akkor bekapcsol, és 200-nál kikapcsol. De mutasd már meg nekünk ezt a rendszert, hogy hogy irányítod ezt az egészet. Ott van benne valami távirányító, vagy hogy van? Ezt mondja, igen, itt a távirányítója. Ez viszi fel a bal elsőt, aztán a jobb elsőt, aztán mind a 2 első rugót középen, ugye az vagy föl le, vagy le az elején az autónak.
utána hátul van a bal hátsó, a jobb hátsó, vagy mind a kettő hátul, ugye a kettőt egyszerre, vagy lehet a bal oldalit levinni mind a két oldalt, vagy a jobb oldalit, és aztán ez a középső pedig mind a négy kereket vagy leviszi, vagy fölviszi. Na, akkor mutasd meg, hogy ez élőben hogy működik. Oké, azt mondja, most akkor fölhúzom mind a két elejét, a jobbot és a balat egyszerre. Így fölhúzom, és akkor följött az eleje. És aztán leengedem az első jobbot, és aztán utána leengedem az első balt. És akkor az egész kocsi megint lent van az aljára, lement az aljára. És akkor most fölemelem a két hátsó futóművet, és akkor ugye megint ott is le tudom engedni a jobb oldalit először, és akkor így féloldalasan fog állni, és akkor utána le tudom engedni a bal oldalit hátul, és akkor megint lent van az egész autó. És akkor most ezzel a középső kapcsolóval mind a négyet egyszerre föl tudjuk emelni. Na hát ez nagyon jól néz ki. Azt mondja, hogy ha csak le akarod engedni csak az egyik oldalát, akkor megnyomod azt a gombot, és akkor csak az egyik oldala az autónak le fog jönni. Le tudom engedni a másik oldalát is, és akkor teljesen lement az autó a nullára megint. Ezt a városrészt úgy hívják, hogy Aurora, igazából nemrég épült, és minden új rajta. Nem túl messze van a reptértől, és nagyon sok új ház épült. Az emberek ide kiszoktak jönni egészen ugye az autóval, és innen commutoznak be a városba, és nagyon sok család lakik, és nagyon sok kis lakópark épült, és egyszerűen minden új, mert ugye mindent most építettek, úgyhogy ez abszolút 180 fokra van attól, ahol az étterembe ettünk. Az ott a régi Denver, ez pedig az új külvárosa Denvernek, ahol most megyünk. See a smiley again, mate. Huh? It all. It's funny. Az utat nagyon fantáziadúsan úgy nevezték el, hogy Airport Road, és a reptér út, és mellette nagyon sok új szálloda épült, mert rengeteg embernek kell szállást biztosítani, hogyha valami repülőjárat nem megy, vagy az emberek itt maradnak éjszakára. Ugye mi is itt voltunk, aztán nagyon sok apartmant is építettek, mind fából van. See, a lot of these, they always have switches over here, yeah. All the other lowriders, you know? And I like this little control box, you know. That way you don't have to be over here switching like this. You could just
Azért egy érdekes stop tábla, mindenkinek stop tábla van mind a négy oldalon, és aki először odaér, az mehet. Ugye, mivel mi értünk oda, először nem volt más, ezért mi megyünk. Akkor az emberek kialakítják a sorrendet, hogy ki mehet elsőre a stop tábláknál. Na most megyünk hozzá haza, és azt mondta, hogy kész van a motorja, úgyhogy megnézzük a motorját is, meg a hatradját is. Az utca neve érdekes lesz, hogyha látjátok, ott a zöld táblán a másik oldalon. Duna utcában lakik ugyanis az a Danube Way. És már ott elénk tárul a nagyszerű pick-up truck. Így találkoztam vele a mosóba, hogy az enyémet mostam nekem is, hogy a piros pick-upom az ilyesmi. Ezt ő az apukájától örökölte. Aztán így életben tartja. Na most, hogy megérkeztünk a Duna utcába, benézzünk, hogy mi van itt a garázsba. Először itt ez a szép öreg Ford pick-up. Ugye ezt örökölte az apukájától, és aztán lefújta a lakkal, és úgy megmaradt rozsdásan. És aztán itt van ez a gyönyörű motorbicikli, de hogy egy ilyet igazán élvezni tudja, kell egy olyan bajusz, mint ami neki van, vagy szakál, hogy vigye a szél a szakálladat, úgyhogy ez az igazi. There you go. Wow. Mögötte pedig egy iszonyatos hot rod készülőfélben. Egy ilyen hatalmas Hemi motorja van. Azt mondja, hogy Chrysler Industrial, az azt jelenti, hogy ipari Chrysler motor, mert ugyanis ez egy ilyen hangszirénának volt a motorja, ami ilyen, tehát ilyen lesz, hogyha bombáznak, vagy mit tudom én is, annak volt a motorja, onnan szerezte, de hát még nincs készen, amint látszik, ugye évek óta ez itt áll, amióta én ismerem. Nem sokat haladt a projekt, de most már legalább az Impala kész van, meg a Bringa is kész van. Lábbal kell mozgatni a kuplungot, a bal lába a kuplung, az meg a sebességváltó kézzel. A Richarddal való barátságom teljesen jól tükrözi, hogy az az autók meg a motorok szeretete össze tud hozni embereket, mert a Richard egy teljesen más demográfiába tartozik, ugye, és a más politikai beállítottságú is, mint én, mert mégis lehetünk barátok. Most megérdekeljük tőle, hogy mi is ez a motorbicikli, és mit csinált vele. Ugye a motor 1992-es Fatboy Harley Davidson, ugye újonnan vettem, átalakítottuk a benzintankot, a sárvédőket, tettem rá egy öngyilkos váltókart, hogy kézzel kelljen váltani, a lábkuplungot, és utána pedig egy majomakasztó kormányt, ami angolul az egy ape hanger, hogy ott fölül ott lobogtassa a hónajszőrödet, amikor mész, és azt utána a fényezést raktam rá, olyat, ami visszafelé lángnyelvek vannak rajta, megnézitek, és eldugott koponyák vannak benne. Úgyhogy ezt mindent úgy fényeztettem, ahogy nekem ez tetszik, úgyhogy az egész Harley-t úgy átalakítottam, hogy az én ízlésvilágomat tükrözze. Hátul kicseréltük a sárvédőjét, egy fém sárvédőjét, ez tiszta fém, és ezt úgy hívják, hogy utcaseprő sárvédő, mert olyan alacsony a hátulja. Úgyhogy aztán az eredeti sárvédők, meg az eredeti tank, a turquoise és krém színű festésbe, az még mindig ott vannak a falon, úgyhogy azt megtartottam. De ez az egész motor tényleg úgy néz ki, ahogy én ezt elképzeltem, megálmodtam, és ahogy megszerettem. Na menjünk be, aztán nézzünk szét ott a garázsba. Köszi, hogy megmutattad a motort. Itt látjátok az eredeti sárvédőt, meg az eredeti tankokat, ugye ezek
gyári színek, ugye gyári fényezés, ezt bármikor vissza lehet rárakni. Megtartottam az eredeti kipufogóját is, úgyhogy bármikor visszaállíthatom az eredeti állapotára, ahogyan volt. Ez az 1935-ös Plymouth Coupé-m. 40 éve van már nálam. Úgyhogy azóta építgetem, úgyhogy most, hogy kész van az Impala és kész van a motor, most fogok vele tudni egy kicsit többet foglalkozni, és végre reméljük be tudom majd fejezni. Coupé lévén egy sor ülés lesz benne. Az elejében van egy Mustang 2-es első híd, ugye olyan, mint egy Mustang 2 első híd. Van benne a 292-es Hemi, utána a tárcsafékek, le van a szinterezve az alváz már, és ugye modern technika lesz alatta. Úgyhogy aztán ja, egyre csak folytatom a dolgot, úgyhogy itt belül már van a szervófék rajta, ugye, amit csinálok. Mert ugye ez egy Chrysler gyártmány, ezért inkább Chryslerként maradok, úgyhogy benne van a váltó, ez egy 727-es automata váltó, ugye van a Hemi motor benne, úgyhogy megpróbálom a Chryslernek megtartani, ugyanúgy újra csináljuk az ülését is, hogy szép kényelmes legyen, úgyhogy egyszer majd csak készen lesz, ugye egy öreg koromra ezzel elszórakozok a garázsban. Ez az 1967-es F100-asom, ugye apukám vette 67-ben újonnan, és aztán 10 éve meghalt, akkor lett az enyém, ugye akkor kaptam meg. Ez egy két tengelyes, tehát nem négy kerék meghajtásos. 352-es V8-as motorja van, teljesen eredeti 123.000 mérföld van benne. Ugye itt belül benne van a négysebességes kéziváltó a padlón, ugye a korábbiak a kormányon voltak. Nincsen benne se szervófék, se szervókormány, úgyhogy ez igazi munkás truck, tehát ez igazából munka vezetni, ugye. És aztán hátulján van egy a nagy a 8 futos, 8 foot bed, tehát a 8 foot plató van rajta, 8 lábas plató van rajta. Egy idő után apukám már nem fért el benne, mert olyan nagyra nőtt a hasa, és aztán nem tudta vezetni, azt én is már majdnem ott vagyok. Ja, azt mondja, hogy azért nem ment ez az autó, az a truck túl sokat, mert ugye már a végén már apukám nem tudta vezetni. És aztán ott állt a ház előtt, és aztán szólt a lakóközösség, hogy ez csak egy csúnya dolog, ami ott áll a ház előtt, és ez nem jó, úgyhogy adja el, próbálta eladni, de a kutyának nem kellett. Ugye akkor mondtam, hogy okay, apu, akkor én leveszem a kezedről, és akkor elhozom. Úgyhogy elhoztam, és megcsináltam rajta, ami el volt romolva, úgyhogy azóta nagyon szeretem ezt az autót, ezt a truckot. Annyira szeretem, hogy inkább ezt vezetem, mint a BMW-t, ugye, ami ott van a ház előtt. Apukám beleépítette ezt a légdudát, úgyhogy nagyon tetszik azt, hogy az emberek rögtön elmennek az utadból, amikor megnyomod ezt a gombot rajta. Egy lányom van, és őneki van két kislánya. A lányomat Rachelnek hívják, a Lisa és a Samantha azok az unokáim. Itt az üzenet nektek, lányok, hogyha ezzel az autóval majd a Colfax Avenue-n mentek, akkor emlékezzetek arra, hogy ezt örököltétek tőlem. 25 évig dolgoztam rajta, ez mind én, amit benne vagyok, úgyhogy becsüljétek meg. Na, akkor most irány vissza a hotel, és aztán tanulok tovább egy kicsit, úgyhogy már nincs túl messze a hotel a Richardtól, csak egy pár perc. Hiha! A Richard ugye volt katona, sokat dolgozott, a felesége elvált tőle, mert megbolondult, és ő egy nem túl átlagos nyugdíjas is, így éli a nyugdíjas éveit, hogy ezekkel szórakozik, ezekkel a kocsikkal, meg motorokkal. Give me a run for my money now, huh? Oh yeah. Make a left turn, right? Yeah. Tehát megyünk a Penya Boulevard alatt, és akkor itt van ez a hatalmas hotelkomplexum, ahol mi szoktunk lakni, mint pilóták. This one here? Yes. Electric Silverado and a Rivian. What's that? A bunch of electric cars here. There's an electric Silverado. Watch out. Huh? Yeah.
mindig változtatják a hoteljainkat, de most éppen itt vagyunk, ugye ez egy nagyon szép Sheraton. A szobát már láthattátok a pilótás videómban, nem láttátok volna még, akkor ajánlom, és akkor láthatjátok, hogy hogyan megy az újraképzés egy pilótának az életében. Well, thank you, Richard, for showing us your car. See you next time. All right, you're very welcome. Always a pleasure to see you. And see you next time. Bye. Bye. See ya. All right, take care. Na, köszi, hogy ezt is megnéztétek, remélem tetszett az Impala meg a haverom. Aztán jövő héten újra megpróbáljuk. Sziasztok!